I wish you a warm welcome to Transylvania, the birthplace of Unitarianism. Erre a világtalálkozóra több országból, sőt több földrészről érkeznek nők. Amerika, Brazília, Kenya, Lengyelország, Dánia, nyilván Magyarországról is, és Kanadából is, és Kenyából is, és ami összeköt minket, ezt a 150 fős konferenciázó világtalálkozós közösséget, az elsőben a közös hitvilág, nyilván mind unitárius, illetve unitárius univerzalista nők érkeznek, vagy más felekezetű, de az unitárius valláshoz nagyon hasonló hitvilágot képviselő nők jelennek meg, úgyhogy ez az eszmei közös hitelvi alap, ami ide összehozott. Másfelől pedig azt szeretném kiemelni, hogy mindenkinek más miatt fontos, hogy egy ilyen női találkozón részt vegyen egyszerűen. Nagyon sokan más társadalmi háttérből érkeznek ide, mint amiben mi európai nők élünk. Például egy kenyai nővel érdekes lehet elbeszélgetni arról, hogy az ő társadalmi szerepük milyen, de nagyok a különbségek akár egy amerikai, vagy egy lengyelországi, dániai unitárius nő életvitele, felfogása között is, és igazából attól jó, hogy csak nők találkozunk, hogy ezt nem kell különösebben kiemeljem, hogy a mi hagyományainkban régóta jelen vannak a nőszövetségek, a nőszervezetek, és van valamilyen különleges női erő, ahogy én fogalmazni szoktam, amikor sok nő egy helyre összegyűl, hát ha még a több földrészről, úgyhogy én abban bízom, hogy ez a női erőt érez, kihoz olyan típusú válaszokat, amelyeket éppen feltettünk a konferencia központi témájává.